Volt már egy Párhuzamok egy című kiállítás néhány évvel ezelőtt, amikor Jahoda Ernő barátunk meghívott bennünket Ráckevére, és ott volt az a Párhuzamok egyes kiállítás, mert hogy úgy gondoltuk, hogy miután közös műteremben dolgozunk, és két külön pályán dolgozunk ugyan, de van, amikor ezek a párhuzamok találkoznak, vagy egymás mellett futnak, és előfordul az is, hogy közösen is dolgozunk, tehát közös munkáink is vannak, amikor a Somogyi Pál enteriőrjébe valamilyen munkát én is készíthetek. Viszont azért párhuzamok, mert lényegében teljesen két különálló út a mi munkánk. Én a képzőművészet terén, tehát kiállító művész vagyok, és a 80-as évek közepén a textiles neo-avantgard generációnak a tagja vagyok, és azóta hát úgy kiteljesedett, vagy kiszélesedett a tevékenységem a textilen túl. Tulajdonképpen határokat feszegetek, és határátlépő vagyok folyamatosan, mert nem korlátozódnak a munkáim kizárólag textilekre, hanem a festészet, a grafika, a könyvművészet, a papírművészet, és újabban már az elektrográfia is foglalkoztat. Ami a papír munkáimat illeti, vagy ezeket a tégla levonatokról készült papírrelifeket, vagy mondhatnánk papírplasztikáknak, ezt a technikát tulajdonképpen Londonban kísérleteztem ki, amikor a mesterképzőt végeztem 91-ben, és akkor fedeztem föl, hogy hogyan lehet papírlevonatokat készíteni csatornafedőkről, és amikor hazajöttem, Somogyi Pál gyűjti a téglákat, és otthon volt készen a téma. Úgyhogy levonatokat készítettem ezekről a gyűjtött téglákból, és ez nem papírmasé, hanem tényleg merített papír, mert kitaláltam, hogy kidolgoztam a kis méretű szitázást, és egy pici szitázó technikával építem föl ezeket a képeimet. 2007 óta csinálom a Szegénység és Rózsák sorozat darabjait, és a Szent Erzsébet tiszteletére volt egy pályázat, és akkor én úgy gondoltam, hogy Szent Erzsébetre én nem úgy gondolok, hogy a kötényéből rózsát hintő király kisasz, vagy királylány, hanem az én mai korban látott a mai szegénységet vettem alapul, és én a szegénység miatt használtam ezeket az antiesztétikus anyagokat, a szemetet, az összegyűrt műanyagzsákokat, a PP zúzott papír törmelékeket, és úgy gondolom, hogy ennek az ellenpontja, mint a kegyelemként jelennek meg a rózsák. Azt mondják, hogy az építészet az a legföldhöz ragadtabb művészet, hiszen mindig anyaghoz kötődik. Az én generációm, mi tulajdonképpen a komplex látásmódot tanultuk meg az egyetemen, hiszen olyan mestereink voltak, mint Szrok György, Jurcsik Károly, Jánosi György, tehát az építészet szemlélettel csináltunk interior belsőket. Ilyen szempontból tulajdonképpen azt tudom elmondani, hogy az én pályám is tulajdonképp, mivel interiőr tervezek, de valahol mégis egy alkotás, a komplex látásmód akkor jó, hogyha ez nem válik ketté. Tehát ilyet én egy kollégákat is hallom, hogy igazából akkor jó egy mű, egy alkotás, hogyha építészetileg és belső építészetileg egységet alkot. És ehhez kapcsolódnak, mint régen a Grand Artban, a társművészek is. Azt mondják, hogy a stílusismeret az nagyon fontos. Jelenleg az építészetben tulajdonképpen nem szerették az építészet, azt mondjuk, hogy valami épületnek van stílusa, hiszen a stílusok kora elmúlt. De amit én az interiőrökben vagy ezekben a munkáimban megpróbálok megfogalmazni, az nem is inkább a stílus, hanem a stílusnak az átirata. Tehát egy építész, egy belső építész, vagyis én akkor lubickol a legjobban a munkáiba, hiszen mi megbízásra dolgozunk. Azért is vagyunk egy kicsit mások, mint a más művészek, hiszen mi mindig kötődünk az anyaghoz, a megbízóhoz, a pénzhez és a feladathoz. Tehát feladatra dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy itt is vannak jól sikerült művek, kevésbé jól sikerült művek. Igazából akkor lubickolunk egy szép munkába, ha vagy jó a partner, vagy jó a keret.
Ez azt jelenti, hogy vagy egy hasonló szemléletű építész kollégával dolgozok, vagy kapok egy olyan feladatot, aminek már az értékei, a keretei készek. Tehát egy például egy rekonstrukciós munkát. Tehát azért én úgy érzem, hogy én a határeset vagyok a szakmában, hogy építész szemlélettel, vagy egy kicsit átveszek az építészetből, egy kicsit az interiőrből, de ezt a mesdjét szeretném folytatni, aminek azt lehet mondani stílusában, hogy egy modern átirat. Az ember mindig arra emlékszik legszívesebb, amit most fog majd elkészíteni. Tehát igazából itt a kiállításon nekem az utolsó 10 év nagyobb munkáit állítottam ki, és ilyen szempontból ebből is ki tudnék emelni egy-kettőt, az Arany János, Arany Tíz Műveledési Otthon, vagy az utolsó rekonstrukciós munkám a Magyar Király Hotel szálloda Fehérváron, de igazából most azzal vagyok elfoglalva, hogy hogy fog sikerülni a Székesfehérváron a Szent Gellért Hotel, ami mindig jön az egyik a másikból. Tehát nálunk nagyon nehéz úgy stílus találni egy építésznek, vagy belső építésznek, főleg a belső építésznek, hogy mindig más-más feladatot kap. De mégis, mikor úgy összenézik a munkáimat, valamilyen módon mégiscsak azt mondják, hogy ezt mondjuk Somogyi Pali csinálta. Szóval ez számomra a megnyugvás, hogy ugyan egyik munkából áthúzok valamit a másikba, de azért a kettő között mégis különbség van.